Na, sziasztok! Ahogy ígértem, nagyon hamar itt van a következő karrier epizód, a 8. rész és a 7. futam, méghozzá Kanada. És nagyon gyorsan felejtsük el, ami Monakóban történt, írjuk át, nem is volt ott semmi. Nézzük meg, hogy mi van itt az egyik kedvenc pályámon. Egyből ugrunk ugye a leggyorsabb kvalifikációs körömre. A Q2-t sikerült megnyerni egy 1-10-0-val. 1-10-2-vel kezdtem itt a Q3-at, ami egyelőre a harmadik helyre lenne elég, ha a többiek nem javítanának. Úgyhogy muszáj lenne egy kicsit találni valahol a körben, mert Leclerc azt hiszem 1-10-1-jel vezet jelenleg, Hamiltonnak is kb. Olyan ideje van. Itt ebből a kanyarból sajnos lecsíptem egy kicsit, de elmiatt meg is csúsztam, sokkal rosszabbul jártam, mint hogy normálisan beveszem. Az első etapban normálisan bevettem, és ugye 0,2-del gyorsabb voltam, mint ahogy most állok. Ez rengeteg egy ilyen pályán, tehát tulajdonképpen lehet, hogy dobhatom ki az egész kört a kukába. Egy dolog miatt nem dobtam, mert pontosan tudtam, hogy van egy kanyar, amit viszont az előző körben rontottam el, méghozzá ez a következő. Ez a jobb bal kombó, ami viszont most sikerült elég jól, úgyhogy vissza is nyertem azt a 0,2-et, és itt minden egy század, amit esetleg nyerek, az fontos lehet a végén. Illetőleg ugye nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy még mindig ugye normálisan van beállítva a corner cutting, nem erre a marha szigorúra, úgyhogy a végén az utolsó sikámból egy kicsit többet enged, mint kéne. Úgyhogy ott bátrabban lehet menni. Ezen múlik most is minden, itt 500-at a különbség az előző közhöz képest. Egyébként elég korrektül bevettem, tehát nem feszegettem a határokat. Meg is csúsztam benne nagyon, de így is nyerek 2-10-et az előző körömhöz képest. Ami pole pozíció. Megvan a harmadik pole pozíciónk a szezonban. Hú! Méghozzá egy 1.09.9-es idővel bementünk 1.10 alá. Max Verstappen pedig csak a 10. Ami érdekes, mert amúgy ment 1.10.3-at a Q1-ben, és utána vagy elfelejtett vezetni. Gyorsan megnézzük egyébként, hogy hogy áll az R&D fa, ezt a kvalifikáció után gyorsan rányomtam még fejlesztésre, és láthatjátok, hogy általában a két motorfejlesztésből egy az nem fog összejönni, de elvileg a Red Bull a legjobb autó a mezőnyből. Ezt amúgy kötve hiszem, de úgy tűnik, hogy az R&D fa szerint, meg ott a kiírások szerint bizony a mi autónk jelenleg a mezőny legjobbja. Na de nézzük a futamot. Ugye itt láthatjuk a bajnokság állását, az első három helyezettet. És Kanada az egyetlen olyan pálya, ahol, vagy az első olyan pálya eddig a szezonban, ahol biztos, hogy megéri a kettő kiállás. Itt tök fölösleges szórakozni, úgysem ész feltartani senkit az égvilágon. Úgyhogy nézzünk neki ennek a futamnak, égnek a piros lámpák. Elalszanak. Most nem kaptuk el annyira jól, erősségem a rajt, de most ez nem sikerült, hogy Hamilton jobban rajtol, mint mi. Nem szabad kiszorítani, tehát legyünk urak, legyünk emberek, ezt most oldjuk meg szépen. Külső íven való kigyorsításra ugyanúgy meg lehet ezt csinálni, meg is van, még mindig megvan az első hely. Úgyhogy a rosszul elkapott rajt ellenére utána szépen helyezkedve sikerült megtartani az első pozíciót, és pár kanyarig azért mindenképpen még most biztonságban vagyunk. Nézzük csak vissza. Nem tudom, valahogy nem sikerült elkapni most, nem is értem. Mögöttem a Ferrari szinte felöklel. Itt próbálunk elférni azért egymás mellett, és pont annyi helyet hagyok ott a Mercedesnek, amennyi egy autónyi helyet. Nem többet, nem kevesebbet, amennyit muszáj. Úgyhogy tulajdonképpen elkönyvelhetjük ezt egy sikeres rajtként. Aztán meglátjuk, hogy ez meddig tart ki. A második körben vagyunk még mindössze, és Hamilton iszonyatosan gyorsan jön mögöttünk. Hát oké, rendben, legyen a mi autónk a leggyorsabb, de hogy egyenesben még mindig messze nem elég, az itt látszik. És Hamilton beveszi a kanyart, kicsit furcsa féktávot vesz, de beveszi a kanyart előttünk. Visszatámadnánk, de inkább a probléma az, hogy Charles Leclerc is megjön mellettünk itt balra. Hamilton kicsit elfékezi, emiatt nem bírunk rendesen rágyorsítani a következő kanyarra, hogy Leclerc mögöttünk maradjon. De megküzdünk a pozíciót, kicsit túlságosan is kicsukjuk itt az ajtót, vagy becsukjuk itt az ajtót. Az a kanyar pedig rendszeresen egy kicsit levágódik. Na mindegy, szóval megtartottuk ezt a második helyet, aztán ez a hetedik körig nagyjából ez így is maradt. Beálltunk erre a első, második, harmadik pozícióra Hamilton és Leclerc-rel. Meg is volt hát az első box kiállás, és a lehető leghülyébb ütemben csináltam ezt, mert bár körszempontjából tök jó, meg nagyon jól kiszámoltam, hogy milyen jó állapotban lesznek a gumik, de ennek a vonatnak a végére érkezem, és hogy nem fogok túl gyorsan menni. Úgyhogy Norris fenekében utazom most még pár kanyart, hát akkor megpróbáljuk majd megelőzni a hajtű felé menet, de hát a kis angol tehetség persze védekezik,
ezt mi nem annyira szeretnénk, és roppant mély féktáv sikeredik, nem igazán számítottam erre, de Ricardo is megvan. Frissebbek a gumik, jobb az autó, szuper. Meglepően jobban megy tényleg, tehát, és a következő kanyarban még jobban meg fog lepődni, meg ti is, mert jövünk a következő, a bajnokok falat előtti sikához, és kimér egy körönt, csak ki kell kerülnünk. Tehát én nem gondoltam rá, hogy itt előzés lesz, én bevettem a saját normális féktávomon a kanyart, az egyszer csak ott volt egy Räikkönen. Na közben mennek ki a boxba, úgyhogy Kubica a hetedik helyen van, mi ez? Na megpróbálok megkerülni kívülről, nem hagy túl sok helyet, egy kicsit ambiciózus manőver volt ez, de ez még belefért, amit most csinálok, az kevésbé. Én ezt nem is értem, hogy itt hogy gondoltam, hogy ott majd hely lesz. Ne haragudjatok, ezt vegyük úgy, hogy ez nem történt, jó? Ezt nem láttátok. Villantunk a Men in Blackből, most ez így nem volt rendicsek. Ugorjunk szépen a következő részlegre, bár nem nagyon tudjuk figyelmen kívül hagyni, mert szerintem Ricardo pont amiatt esett ki, ami ott történt, és a virtuális safety car is amiatt történt, hogy Ricardo kiesett. És ez így lavina effektusként, vagy pillangóhatásként, vagy nevezzük, aminek akarjuk, azt idézte elő, hogy Sebastian Vettelét balról megjelenik nekem, és megelőz engem a boxban, majdnem Verstappen is, ő ide a fenekembe érkezett ide pont mögém. Úgyhogy ezen nagyon sokat buktam. Emiatt itt indulunk újra. Vettel előttem, a tulajdonképpen harmadik vagyok, mert Lucas Weber még nem volt a boxban, őt előzi most Sebastian Vettel. Én erről kicsit lecsúszom, de Webert is megpróbáljuk most már megkerülni. Ő is persze védekezik, miért ne védekezne? Úgyhogy őt kívülről kerüljük a hajtőbe. Pont annyi helyet hagy nekünk, amennyit mindenképpen muszáj, de hát így is megcsináljuk, sokkal jobban tapad a gumi, minden sokkal jobb ezen az autón, mint azon a Renault-on. Úgyhogy megvan, érkezünk Vettelre és a kör végén. Nyitunk rá egy DRS-t, és most kezdődik az a kalamajka, ami a címben látható. Feljövünk a második helyre, Hamilton ott ugye visszajön az első helyre. Én ezt itt még nem vettem észre, de innentől kezdve már nyitva volt a hátsó szárnyam. Itt kezdtem el érezni, hogy valami nem stimmel, olyan sokkal jobban csúsznak a kanyarok, mondom, mi a fene van? És itt hátra néztem, szerintem itt még nem tűnt föl, hogy a hátsó szárnyam nyitva van, mert csak azt néztem, hogy Vettel milyen közel van. Gyerekek, nyitva van a hátsó szárnyam. Még mindig nyitva van a hátsó szárnyam. Nyitva van a hátsó szárnyam, mi az élet van itt? És a következő helyzet ezzel a dologgal, teljesen mások a féktávok. Gyorsabbak az egyenesek, instabilabbak a kanyarok, viszont amíg van tapadás a gumin, addig ez nagyjából kompenzálható, ezt itt láthatjátok, hogy sikerült egy baromi jó leggyorsabb kört futni. De mondom, ez körülbelül 2-3 körig tartott ki, amikor elkezdtek kopni az abroncsok, és borzasztóan off. Itt túlcsúszom ezen a kanyaron is, mert egyszerűen nem lehet megtalálni, hogy lehet befordulni a kanyarokba, esküszöm, nem direkt csinálom, és ennél szebben vezetnék. Ennél sokkal szebben vezetnék, így viszont Verstappen elmegy Vettel mellett, és itt történik a következő csoda. Néhány környi DRS-sel menés körbe-körbe után, random mindenféle gomnyomás nélkül már becsukódott. De körökön át nyitva volt, és ott, ahogy Vettel előtt még, ugye, még ott is a videót, ha visszatekerítek, látjátok, hogy amikor Vettel előtt keresztbe csúszom, és Verstappen megelőzi, még ott is nyitva volt a hátsó szárnyam, egy egyenesre később már becsukódott. És nem tudom megmondani, hogy miért. Nem nyomtam flashbacket, nem állítottam meg a játékot, csak becsukódott. Itt kicsit meg vagyok lőve. Érkezünk a 20. körhöz, Vettel kiesik a versenyből. Itt nagyjából azt láthatjuk, hogy igazából beálltunk erre a tempóra, tehát tényleg jó az autó tempója, Verstappen harmadik, mi másodikok vagyunk, Hamilton van előttünk, még nagyobb előnnyel azért, mert egy DRS-eztünk itt körökön keresztül, és alig bírtam menni egy idő után. Én itt a következőn gondolkodtam, mindenképpen elégedett vagyok az autó tempójával. Tehát ez egy nagyon stabil második hely, mindenképpen, Vettel, ha kiesik, ha nem, egyébként itt az autó, ha kiesik, ha nem, mögöttünk jön be. Viszont akkor már próbáljuk meg azt, hogy menjünk el, elmegyek a 25. körig, Verstappen itt már kimegy, itt nekem is most kellett volna kimennem, de menjünk el a 25. körig, és próbáljuk meg föltenni a piros gumit, hogyha bármi esélyt akarok Hamilton ellen, hogy egy kicsit hátholt, hogy tényleg gyorsabb lehetek, és ha az beválik, akkor azzal nagyot lehet kaszálni. A sárga gumin biztos, hogy végig tudok menni, a sárga gumin biztos, hogy meg lett volna a második hely, a piros gumin rosszabb nem lehet, maximum egy kicsit lassabb leszek, hogyha nagyon nem jön be, de
de a második hely akkor is megvan. Szóval igazán olyan sokat nem kockáztatok ezzel a taktikával, visszajövök lazán a második helyre, Charles Leclerc nagyon le van maradva, viszont Verstappen úgy tűnik, hogy átugrotta. Rám nem veszélyes. Rám egyáltalán nem veszélyes, és ez a piros gumi legalább arra még szintén jó, hogy ahogy láthatjátok, bár ott egy kicsit lecsíptem abból az utolsó sikámból, legalább nem az a full nyitott DRS-es körrel szerzem meg itt a leggyorsabb kört, hanem egy igazi körrel, ami még sokkal-sokkal gyorsabb. És ebben a körben több mint másfél másodpercet hoztam Hamiltonom, és utána a következőben már csak pár tizedet, és itt a 28. körben láthatjátok, hogy a különbség az lényegében stagnál. Pár tized, semmi, és egy darabig még lecsökkent, ilyen 9 körülig le tudtam vinni, és elkezdett nőni. Elkapott a piros gumi, nekem ez nagyon nem vált be, sokkal lassabb lett így a taktika, mint ha végigmentem volna a két sárgával. Minden esetre egy nagyon szép második hely összejött, én nagyon elégedett vagyok a Red Bull tempójával, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan lesz ez a későbbi futamokon. Ugye az az én nagy problémám, hogy ja, lehet, hogy ez a legjobb autó, de ez pont azokon a futamokon jön ki, ahol én rossz vagyok. Monaco, meg az ilyen városi pályák, mert a motorerő az még mindig le van maradva. Úgyhogy izgalmas lesz ez az egész. Nagyon jó a pontverseny, most Hamilton egy kicsit így elhúz, de megpróbáljuk még megfogni. Kifejezetten érdekes lett ez a szezon, nem gondoltam rá, hogy ennyire király lehet. Én fejlesztem tovább az autót, bízom abban, hogy a motor is fejlődik, Verstappennek kicsit, vagy adtam neki egy pár pontot, úgyhogy most lesz egy kis előnyöm vele szemben, nézzük meg, hogy áll a VB, és ezekkel a képsorokkal én szépen elbúcsúzom tőletek. Ez egy kicsit jobb futam lett végre, mint a monakói, és nagyon bizakodóan várom a francia nagydíjat. Várlak benneteket vissza Franciaországra, legyetek jók addig is, sziasztok!